Molnár Gyula volt újbudai polgármester, MSZP-s polgármester, jó reggelt kívánok. Ilyenkor gratulálnak az embernek, amikor van egy felmentő ítélet a zsebében? Hát igen. Tehát az elmúlt nap többen felhívtak és többen gratuláltak, így van. Van, ahol Magyar Hírlap, igen, a Magyar Hírlap címoldalon közli a hírt egyfelől, másrészt azt a vádpontot is, hogy már előre megfogalmazott közleménnyel érkeztek a tárgyalásra, mint ha pontosan tudták volna a végeredményt. Hát azt látom, hogy nincs könnyű helyzetben sem a mérsékelt jobboldali, sem pedig a kevésbé mérsékelt jobboldali sajtó, hiszen mit lehet arra mondani, amikor 5 éve kommunikálják azt, hogy itt súlyos bűncselekmény, visszaélés, károkozás, és akkor kiderül, hogy gyakorlatilag bűncselekmény hiányába fölmentik az ember, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Tehát itt nem azt mondták, amit Gyurcsány Ferencnél, bocsánat, hogy közben vagyok, hogy bizonyíték hiányában, hanem bűncselekmény hiányában, így van. Tudja, arról van szó, hogy ha az ember készül egy ilyen helyzetre, már pedig nekem volt időm az elmúlt 2 évben mindenképpen, hogy készüljek, akkor pontosan tudja, hogy 3 variáció volt, 3 lehetőség volt ebben az ügyben, és megnyugtatva a Magyar Hírlapot, mind a 3-ra volt állásfoglalásunk, tehát mind a 3-ra volt egy... Tehát minden zsebben volt egy másik közlemény szinte? Hát azt tudom mondani, hogy igen. Tehát itt igazániból még egyszer mondom, nem olyan nagyon bonyolult. Kitalálom, ha elítélték volna első fokon önöket, akkor az lett volna, hogy a jogállam elbukott. Úgy van. De mi lett volna a harmadik? Vagy elítélik az embert, vagy nem? Nem, hát igazából 3 lehetőség van, tehát ez a bűncselekményben fölmentenek, ez történt, hál' Istennek. Van egy olyan, hogy bizonyos szempontból van elmarasztaló ítélet, de nem a legsúlyosabb, tehát nem az alapügyben, hanem azt mondják, hogy eljárási hibát követtünk el. Harmadik pedig az, hogy azt mondja ténylegesen a bíróság, hogy visszaéltünk a hivatalunkkal, amit hál' Isten nem tett meg. Úgyhogy mind a 3 lehetőségre volt papírunk, tehát nincs összeesküvés elmélet, nem kell tovább ezt kutatni és keresni, ezt tudom mondani. Ugye itt a vád az voltaképpen az lett volna, hogy a Kopaszigát környéki területeket, tehát kvázi magát a Kopaszigát beruházást, valamiféle saját haszonreményében bocsájtották a beruházó befektető rendelkezésére. Hát ugye igazából mindig elmondtuk... Próbálok finoman fogalmazni és körülírni, majd, igen, tehát, majd direkt bemondja el. Tehát igazából mindig elmondtuk azt, hogy volt a klasszikus öbölügy, ami hívó szóvá vált 2006-tól kezdve az ellenem lévő politikai kampányokban, abban lezárta a nyomozást a rendőrség. Volt egy kisebb telek, amelyik szomszédos telek, egy állami telek, amelyeket az önkormányzat megigényelt, majd az önkormányzat a saját KFT-n keresztül, tehát saját KFT-be aportálta, és a végén valóban része lett annak a fejlesztési projektnek, amit úgy nevezünk, hogy öböl projekt. Ha valaki ismerős a környéken, ez a Budafoki út és az öböl közötti terület, ugye? Így van. Én igazából azt mondtam az áróbeszédemben, és ezt tartom fontosnak, hogy bár 3-an ültünk a vádlottak padján, de 4-ként ott volt az önkormányzati rendszer is. Mert az egy nagy kérdés, hogy egy polgármester, akit megválasztanak, akinek van koncepció, van víziója, hallottam, hogy a Kocsis Mátét, aki mondta, hogy Józsefváros is rác. Én meg Újbuda is rác vagyok, én itt nőttem fel az öböl környékén. Van vízióm, megválasztanak, és azt mondom, hogy szeretnék oda eljutni, hogy majd ez az öböl így nézzen ki. Akkor én tehetek-e lépéseket ebbe az irányba, vagy pedig azt mondja valaki, egy szubjektív hatalom, hogy én ezzel visszaélek a hivatali funkciómmal, és abba az irányba terelek dolgot, hogy ez bűncselekmény vagy nem bűncselekmény. Most azt mondom, hogy a bíróság kimondta, hogy ha is amennyiben én ezt eldöntöm, ha is amennyiben testületek jogszerű döntést hoznak, akkor ez nem visszaélés a hatalommal, hanem ez egy normális, jogos folyamat abban az irányban, hogy ez a fejlődik valami, vagy pedig ez a megoldódik. Kicsit valami. Áttételesen ezt mondta ki a bíróság, hogy ez így van. Mennyire volt tehertétel a személye az MSZP-nek az elmúlt időszakban? Ugye volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki évekkel ezelőtt, hogy főpolgármester jelölt is lesz ehhez képest, mint hogyha visszavonták volna a front vonalba, várjuk meg, Gyula, mi lesz? Mennyire volt tehertétel? Én inkább onnan kezdem, hogyha a személyes vallomást lehet tenni, hogy az 2006-ban volt ugye ez a szituáció, Párt Budapesti elnöke voltam, hogy akkor kezdődött a hagyókorszak, azt mindenki tudja, hogy én ebben az ügyben meglehetősen hát finoman szóval is ellene voltam annak, hogy ez a fajta ellenlábasok voltak? Abszolút. Ezt mindenki tudja. Hál' Istennek ezt nem is kell nagyon megmagyaráznom. És az történt, hogy 2006-ban, amikor én megnyertem Újbudát, miközben egyébként nagyon kevesen nyertek, Budán senki, Budapesten is kevesebben, és összödi beszéd utáni önkormányzati választás volt, akkor azt gondolom, hogy a politikai ellenfelém nem a saját pártomon belül, hanem az igazi politikai ellenfelek hoztak egy döntést, hogy engem nem lehet normális technikákkal legyőzni, engem le kell járatni. És azt kell mondjam, hogy ez jól sikerült. Tehát ma azt gondolom, az én nevem, bizonyos szempontból, aki nem ismer engem személyesen, az nem cseng jól. És
ennek volt az a következmény, hogy én saját magamat vontam vissza, tehát én 2010 óta szándékosan nem vállaltam jelentős szerepet, nem nagyon szerepeltem a nyilvánosságban. Hát és most ez megváltozik, azt gondolom, mert hogy most hitelesen mondhatom azt, hogy én vagyok az első olyan politikus, akit fölmentettek, aki bekerült abba a hullámba, ami a Fidesz kampánya volt, miszerint arról szólt, hogy van egy korrupt MSZP és van egy tisztességes Fidesz, és tulajdonképpen ezzel lett kétharmada. Azt gondolom, hogy itt az első olyan ember, akit a bíróság fölmentett. Most hagyjuk azt, hogy majd lesz másodfok, de ez már jogászok dolga. Politikailag azt gondolom, hogy engem fölmentettek. És azt gondolom, hogy itt a pillanat, amikor vissza fog térni a politika azon mezejére, ami engem érdekel, ez pedig az önkormányzati ügyek. Nyilván többségében helyi ügyek, de fővárosi képviselőként pedig igyekszem fővárosi ügyekben is segíteni. Na várjunk, most család. Azt is jelenti, hogy 2014-ben újraindult Budáért? Nagyon messze van még 2014, hát de annyira már nincs. De abszolút arról szól most a következő időszak számomra, a következő másfél-két esztendő, hogy el fogom mondani a véleményemet arról, hogy mit csináltak az utódaim az elmúlt két évben. Mit csináltak? Szerintem semmit, vagy legalábbis nagyon keveset, amit csináltak, azt meg rossz irányba, de ezt majd én el fogom megfelelő módon mondani, és ha 2014-ben az a helyzet lesz, hogy nincsenek új ügyek, nincsenek új támadások, és jogerősen lezárul minden, akkor azt gondolom, hogy igen, 2014-ben szívesen indulok új budai polgármesteri posztért. Azt, hogy a Demokratikus Koalíció elsőként nyilvánította ki örömét a felmentő ítélet kapcsán, ez jelent valamit? Nem, hát azt gondolom, a Demokratikus Koalíció érzékenyebb ezekre a jogügyletekre, hiszen a maga az elnök Gyurcsány Ferenc azért valamennyire ebben érintett volt, nem hiszem. Tehát az önök kapcsolata? Személyes? Igazándiból mindig is jó volt, tehát mi elég régen ismerik egymást, és ez nem változott. Politikailag nem értek egyet a mozgásai többségével, és 2006 óta volt is nagyon sok vitánk, ha visszaemlékszik. Tehát ebből nem kell azt a következtetést levonni, mi szerint is majd akkor most valamilyen elsodródik a DK irányába? Nem, semmiképpen se. Azt kell levonni, hogy a DK lényegesen aktívabb ezeken az internetes és közleményes politikai sávokban, mint mondjuk a MSZP. Ön is követelni fogja Budai Gyula után Polt Péter távozását? Ez mint hogy a DK az ön ügye kapcsán? Ez igazából nem az én dolgom. Szerintem a Polt ügyet majd a történelem fogja megítélni, hogy egy ügyész megteheti ezt, amit megtettek. Ne felejtse el, hogy nekem a választási kampányban személyesen kézbesítették nyomozó ügyészek a gyanúsított kénti idézésemet, amire azt mondja minden ügyvéd, hogy példátlan. Akar bosszút állni? Mit érez ezzel a dologgal kapcsolatban? Most ugye azt mondja, hogy visszatér a napi politikába. Nyilván valamiféle indulat ilyen időszak után az emberben óhatatlanul is van. Nézze, igazándiból ezt a volt alpolgármester Lakos Imre tudja hitelesebben elmondani, ez egy nagyon-nagyon nehéz személyes dolog ezt feldolgozni. Az embernek tönkreteszik az életét, tehát azért másképp megy társaságba, másképp viszonyulnak hozzá. Ezt nem értik azok, akik ezt csinálják pontosan, hogy ez mit is jelent. Tehát van bennem indulat, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de viszont azt is bátran mondhatom, hogy nem azzal készülök, hogy visszamegyek, és akkor utána elkezdek ott csörömpölni a konyhába, és szétzúzok mindent. Nem, azt gondolom, hogy építkezni akarok, de közben mindenkinek tudni kell, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet büntetlenül megcsinálni, valamikor egyszer majd az élet ezt ki fogja remélem egyenesíteni. Mondta, hogy másképp megy az embertársaságban, sok barátja volt? Míg polgármester volt? Hát általában az emberük hatalmában több barátja van. És azok, akik most megmaradtak, hány barátja volt? Azt mondom, akik most megmaradtak, azokban lehet igazán bízni. De kevesebben voltak. Na most majd ismét sok lesz. Meglátjuk. Vágja a rendet köztük. Kinek érdemei szerint. Molnár Gyula, köszönöm szépen.